vakig a szívem. Ha azt hiszed, hogy könnyek az engem morcosodom, és nem ezt mondok Acira, amit udvarolom. Másképp nem a bűnök. Április 13-án ismét megtelt a Petőfi Sándor Művelődési Központ színházterme. A színpadon a világirodalom egyik legismertebb drámáját, Rómeó és Júlia történetét láthatta a kiskörösi közönség, mely egy mindent elsöprő, végzetes szerelem történetét beszéli el. Shakespeare örök klasszikusának két főszereplőjét Henci Emma és Cető Ádám alakította. Valószínűleg általános iskolában tanultuk, nekem már akkor a szívem csücske volt, és minden vágyam volt, hogy egyszer eljátszhassam egyébként. Az meg külön öröm, hogy az Ádival játszhatom. Mióta ismerjük egymást? Hát már jó pár éve minden bizonnyal, úgyhogy szerencsére ez a fajta kémia, ez már megvolt közöttünk, habár egy színpadon szerintem még így darabban soha nem játszottunk együtt, úgyhogy ez volt az első, de igen, már ismertük egymást, jóban voltunk, úgyhogy ez mindenképp fontos szerintem. Erősíti hitünk. A szent csak áll, már hallja az imád. Hát áll, és a jutalmat én veszem imád. Ajka megtisztul, ajka. Én még nem játszottam egyébként prózai darabban, és ilyen klasszikus darabot sem játszottam még soha. Viszont úgy gondolom, hogy sikerült, kemény munka volt, de sikerült ezt elsajátítanunk. Igen, a mai világban ez a klasszikus nyelvezet, ez, hogy mennyire állja meg a helyét, ez egy nehéz kérdés, és pont ezért egy nagyon jó kihívás, hogy mind a fiatalokat megfogjuk ezzel, mind az időseket, és szerintem sikerült egy olyan ötvözetet csinálni, ami mindenki számára érthető és érdekes is, úgyhogy ez mind egyénileg, színészileg egy nagyon jó kihívás, hogy át tudjuk adni azt az eredeti nyelvezettel, amiről ez az egész szól, illetve maga a Prokofjev zenék is nagyon sokat dobnak rajta, és nagyon erősítik a jeleneteket. Úgyhogy szerintem tényleg igazán hatásos, és sikerült visszaadni azt, amiről igazából szól ez. Melyik az a jelenet, amit már alig várnak, hogy következzen, ami fontos valami miatt fontos önöknek? Hát szerintem egyöntetően mondhatjuk. Szerintem az erkély jelenet, ami, igen, az, ami szerintem a kulcsfontosságú a darabban, igen. Így van, mind a zene nagyon erősíti tényleg, meg hát igen, akkor alakul ki igazán. Ugye előtte van egy bál jelenet, ahol már találkozunk, meglátjuk egymást, összeír a kezünk, az első csók elcsattan, de az erkély jelenet az, ahol igazán ez a fiatalos szenvedély és hév és vágy ott megtestesül, úgyhogy azt nagyon szeretjük szerintem mind a ketten. Sok színész vágyakozik arra, hogy egyszer eljátszhassa Rómeó vagy Júlia szerepét. A két fiatal színésznek ez az álom a pályájuk elején vált valóra. Cető Ádámot főként szinkron szerepeiről ismerhetjük. Én főleg a szinkron világában mozgok, úgyhogy a színpad nem azt mondom, hogy egy mellékvágány, mert az nem teljesen igaz, de hogy nekem főleg az a fő profilom, úgyhogy én abszolút szabadúszóként dolgozom, úgyhogy de főleg most a szinkron, ami fut. És kinek a szinkron hangjaként ismerhetjük? Talán a legtöbben a Dr. Murphy-ként ismernek. Igen, úgyhogy azt szokták a leginkább ismerni és szeretni. Hát én még tanulok Csepelen a Szegresi Béninek a zeneiskolájában, a művészeti iskolájában. Most vagyok az első OK-s évemben. Sok helyen megfordultam már így én is, a Pintér Tibinek a Lovasz Színházában is, és most a Nádasdi Andrásnál, itt Szigetszé Miklóson csináljuk ezeket a kis előadásokat, úgyhogy van fellépés bőven. Ez már gyalázott! Ebből elég! Orcátlan kölyke! Megmondtam már, hogy üdőztesd magad! Te vagy a házigazdalom! Te! A zöld kavasz! Kakaskodj! Bátyám, nem tűrve! Tűrnöd kell!
A darabban a két szerelmes történetét maga a szerző Shakespeare meséli el, aki az előadás elején elkezdi papírra vetni Rómeó és Júlia történetét. Shakespeare-t Pelsőci László alakítja, később a történet során találkozhatunk vele kormányzóként és Lőrinc barátként is. A figurákat el meg kell különböztetni egymástól, és nem csak ruhában, hanem belülről lehetőleg egy jellem ábrázolással. Mondjuk Shakespeare-nél viszonylag egyszerűbb a dolga, mert olyan, mintha éppen akkor találná ki, akkor írná, illetve ellenőrizné az eddig leírtakat. Lőrinc barát szerepe, hát ő az adott, de amikor, ami igazán nehéz váltás, az például, amikor Shakespeare meséjéből egyszerre átváltok Escalus hercegébe, azaz a kormányzóéba, azzal, hogy békét tenni a többiek közé rohanok, és azonnal köpenyt átvenni, fölrohanni, és ott ilyen haraggal és dűvel. Tehát itt azért ez nem olyan könnyű átmenet, hogy hiteles legyen, mert azért erre törekszünk természetesen mindig. Az átöltözésekkel sincs különösebb baj, mert van egy Shakespeare alapruhám, és erre veszem föl a többi, tehát még a báli ruhát is, a Lőrinc barátét és a herceg köpenyét. Egyszer van egy kicsit gyorsabb átöltözés, de azt meg tudjuk oldani. Említette itt a beszélgetés előtt, hogy Rómeót már játszotta. Mikor és ki volt akkor Júlia? 1978. szeptemberében mutattuk be. Ezt a Józsefvárosi Színházban, illetve a Várszínházban játszottuk. Papa Dimitriu Attila volt a Júliám, és Ruszt József rendezte. Nagyon szerettem Rómeót játszani, nem kellett átöltöznöm, csak egyszer. És akkor talált önre ez a szerep, ez a Rómeó, amikor kellett? Tehát amikor, mert tudom, hogy a színészek többsége vágyik rá, hogy egyszer Rómeót eljátszassa, de hát ahhoz egyrészt kell egy megfelelő érettség, másrészt meg azért már korban nem lehet kicsúszni belőle. Igen, állítólag a genetikámnak köszönhetően azért mindig fiatalabbnak nézek ki, mint amennyi vagyok, de 17 évessé én se tudtam válni. Akkor, ha jól emlékszem, 31 éves voltam. Hát, hogy aztán mennyire volt hiteles, azt nem tudom. Attina akkor végezte a főiskolát, tehát ő azért lényegesen fiatalabb volt, és közelebb állt ahhoz az életkorhoz. De hát tudjuk, hogy voltak, akik 40 évesen játszották. Milyen a kapcsolata a produkcióval? Állandó szereplője a daraboknak, vagy csak néhány darabban szerepel? Ez a Dáma Diva produkció, amelyet Csonka Zsuzsanna neve fémjelez. Nekem szerencsém volt Zsuzsannával már több darabban is együtt játszani, voltunk közvetlen partnerek is, és már több operettbe is hívott, tehát ott is játszottunk együtt. Az ő produkciójában is, meg olyan produkcióban, ami nem kötődött a Dáma Divához, de ő is szerepelt benne, ő ajánlott engem is. Hát ez a Mágnás Miska volt, Pixi Gróf. Milyen darabokban játszik most ezen kívül? Hát kicsit nehéz lenne felsorolnom, mert most 7 színház, illetve társulat munkájában, azt hiszem 14 darabban vagyok. Hát ami most igazán futott, például az Eres 9 színházban egy csodálatos darabot játszunk a 11-es Korterem címmel, aztán az Udvari Kamara Színháznál a 18 című darabban, ott is három szerepet játszom, pardon. Hát és a saját színházam, az Új Nemzeti Kamara Színházban, ott pedig valójában minden darabban. De hát azért még jó néhány, most nem akarom felsorolni az összes színházat, de jó néhányban, és már újabb lehetőségek adódnak. Úgy tűnik, hogy ebben az évben eddig 4 bemutatón lesz. Egyébként járt már Kiskörösön, vagy ez az első alkalom? Nem. 2002-ben, amikor megalakult a Nemzeti Kamara Színház Usztics Mátyás vezetésével, az első darabot, a felnőtt előadást, azt itt mutattuk be, Peruitás címmel. Úgy járt, Mári? Jártam bizony, és nagyon jó emlékeim fűződnek hozzá. Meglátogattuk természetesen a Petőfi szülőházat, aztán szekérrel körbejártuk a várost, és ott hirdettük az előadást.
A darab egyik kulcs szereplőjének, a Dajkának a szerepét Nyerte Zsuzsa játszotta. A két szerelmes történetét számos színházi előadás, opera és film dolgozta fel, a közönség pedig újra és újra át akarja élni Rómeó és Júlia mély és beteljesületlen szerelmének történetét.